ha egy átlagos, mondjuk vidéki, nagyvárosi Fidesz szavazó, vagy akár Fidesz tag hallgatja, amit Magyar Péter mond, akkor szerintem a nagy részére ő rezonál, és nagy része megegyezik avval, amit ő gondol egyébként a Fideszről. A Fideszről, és nem Orbán Viktorról. Ezt szeretném aláhúzni. Ez itt az Elemző, a Szabad Európa politikai elemző magazinja, Ruf Bálint kampánytanácsadóval, a Vétó szerkesztő műsorvezetőjével és Benyó Ritával. Hadd kezdjek néhány idézettel Bihari Ádám kollégám cikkéből, amely a gyermekotthonokban élők és dolgozók nyilatkozataiból készült. Pár idézet akkor. A legszarabb érzés, hogyha gyerekként odaállsz, hogy ez meg ez történt, és senki nem vesz komolyan. 14 évesen már rettegnek, hogy mi lesz velük, amikor 18 évesen kirakják őket. Ha szülőként úgy viselkednék a gyermekemmel, ahogyan az állam viselkedik ezekkel a gyerekekkel, holnap után csöngetne a rendőrség, és azonnal elvennék tőlem. És akkor egy hivatalos megszólaló is, Bozsoki Róbert gyermekotthon igazgató, most van rajtunk egy őrületes fókusz, ha ezt nem használjuk ki, hamarosan összedőlhet az egész. A miniszterelnök a szombati évértékelőjében átfogó gyermekvédelmi rendszer megújítást ígért. Mit gondolsz, hol tartunk? Ezek a mondatok, meg az egész esemény sor, az vezethet-e oda, hogy érdemben elkezd a politika ezzel foglalkozni? Nem hiszem. Tehát, hogyha ez az egész két is fél hetet nézzük, akkor a valóságban, ami a legfontosabb ebben az ügyben, az az, hogy miről szólt ez a kegyelem, hogy milyen rendszer az, amivel a politika, hát, akkor most akkor nézzük csak az Orbán rendszert, akkor 14 éve, de annál sokkal régebb óta nem foglalkozik, hogy hogyan vannak ezek az emberek otthagyva, hogyan van az államra bízva, illetve hogyan van kiszervezve egy nagy része, mert ugye arról szinte keveset beszélünk, hogy az Orbán kormány egyik ilyen, hát, szakpolitikai, ha létezik ilyen az Orbán kormányban lépése, az volt, hogy lépésről lépésre az egyházaknak kiszervezte a gyermekvédelem szinte teljes területét. Lépésről lépésről vonult ki, és adta át feladatokat is, intézményeket is, megyéket is, nagy részben a katolikus egyház számára. És az egész ügy rávilágít arra, hogy milyen elképesztő körülmények között élnek azok az emberek, vagy élhetnek, akik a magyar államra, tehát magyarul igazából mindannyiunkra vannak bízva, azért, mert önmaguk nem tettek arról, hogy vagy nincsenek szüleik, vagy a szüleik nem foglalkoznak vele, vagy a szüleik olyan helyzetben vannak, amivel nem tudnak velük foglalkozni. És erről kevés szó esik, szó esett a botrány alatt, nem azért, mert nem fontos, hanem azért, mert szerintem nagyon nehéz róla beszélni. És amikor most ez a közbeszédnek a tárgya lett, nem tudom, hogy meddig fog tartani, meddig lesz a fókusz rajtuk, és mikor akarja meg a társadalom így kollektíve így elfelejteni, vagy nem beszélni róla. De hogy azért mégint az történik, hogyha már a miniszterelnök úrnak a beszédéről beszélünk, ugye itt se kértek bocsánatot az áldozatokról, se ő, se senki. Tehát, hogy van egy olyan ügy, ami arról szól, ami a Fidesznek, ahogy beszéltünk egy hete erről, a Fidesznek a legbelső magját érinti, a maguk által magasra helyezett gyermekvédelem és családvédelem kérdését, történik benne egy ilyen példátlan kegyelmi helyzet, és két dolog nem hangzik el, a bocsánatkérés, egyrészt az országtól, kettő pedig a gyermekektől, akiket ez a ügy érint, akikről ugye tudunk, hogy sok információnk van, a sajtóban tudjuk, hogy hány embernek ment tönkre az élete, illetve volt egy öngyilkosság is, ami igazából újraélesztette ez az ügyet. Szóval ezekről nem beszélünk, és most már az történik, ami egy, szerintem egy meglepő fordulat ebbe az ügybe, pedig van egy sok meglepő fordulat, hogy most már egy hibaként beszél róla Orbán Viktor. Vagy ez egy hiba volt. Ki nem kényszerített hiba. Tehát Novák Katalin meg Varga Juditnak a lépése egy hiba. Na most, hát, most nem akarok belemenni a hiba szónak az elemzésébe, de hát azért ennél egy kicsit azért több. Tehát a hiba az nem emberi életeknek tehát a hiba az nem azt jelenti, hogy emberi életek, amik teljesen tönkrementek, kérdésében valaki egy tolvonást ejt, hanem egy
közösségi elnöknél a hiba kifejezést nagyon nehezen lehet értelmezni, főleg azért, mert ugye ez nem az van, hogy a rendszerben, hogy ő egyedül így rohangál a Sándor palotába, és akkor elér, akkor valaki egy papírt is aláírja. Lehet, hogy ebben esetben ez történt, de ha nem ez történt, akkor ugye van egy menete, amiben mégis azért hiába az Orbán rendszerben élünk, és minden minisztérium és egyébként a közösségi elnök hivatal is fel van töltve Orbánhoz és Orbán rendszerhez hű jogászokkal, de azért még a hű jogászok is azért vannak, vagy hát nem tudom, jó sokan, de szerintem inkább több százan, és a kegyelmi ügyet legalább két főosztály vizsgálta, tehát azért a hiba, itt azért nem biztos a legjobb kifejezés, de látszik az, hogy történik egy finom hangolás, és amiről beszéltünk előző alkalommal, vagy így sejthettük, hogy akkor vajon mi lesz a politika jövője a két lemondottnak. Én azt mondom, hogy Novák Katalin felé Orbán Viktor tett egy gesztust, és hát így nagyon szépen beszélt róla a évértékelőjén. De Varga Juditot meg teljesen felmentette gyakorlatilag. Na így van. Viszont a Varga Juditot viszont felmentette ez alól, tehát hogy ő mintha egy a hiba, hogy most az ő szavába ér, aminek a még kisebb hibázója lenne ő. Tehát amiben én tévedtem, vagy én nem tudom, hogy tévedtem, de valószínűleg azt gondolom, hogy inkább tévedtem, hogy nincsen neki politikai visszatérése. Én azt mondom, hogy lehet, hogy a végén van. Tehát én nem lepődnék meg azon, hogyha már egy-két év múlva, nem most, egy-két év múlva, csak feltűnne Varga Judit, most nem akarok itt ötleteket adni, mondjuk a brüsszeli kihelyezett MCC központ igazgatójaként, és újra tiszta erőből tudja majd védelmezni a hazánk, inkább a Fidesz érdekeit. Szóval neki, azt mondom, hogy neki nem is végét el a politikai karrierje, de visszatérve a hiba kifejezésre, tehát Orbán Viktornak volt ez az évértékelője, nagyon várta mindenki, és ott az látszott, hogy egy nagyon érdekes beszéd politikailag, hogy az első 15 perce az hozzá lett toldva a már korábban megírt, egyébként teljesen a másik része teljesen szokványos beszéde volt, ahol is teljes erejében magyarázta a többieknek, hogy akkor mit kell gondolni, hogy aztán ez mennyire jött le, ez a teljes ereje, és hogy mennyire volt meggyőző a sajátjai számára, az szerintem a jövő zenéje, de mindesetre adott valamilyen mondást arra, hogy mit kell gondolnia a fideszes szavazóknak is, meg ott a helyben lévő fideszes elitnek. Beszélünk majd még a beszédről talán, de először hadd térjek vissza a gyermekvédelmi törvény csomagra, mert ugye itt most azt mondta a miniszterelnök, hogy a legkisebb miniszteri rendelettől az alaptörvényig mindent átfésülnek, és minden, ami gyerekekre vonatkozik, azon lesz valami módosítás. Idáig azt megszokhattuk, és ebben a beszédben is volt egy ilyen félmondat, hogy na majd ott legénykedjen az ellenzék, hogy belecsempésznek valami olyat, amiért az ellenzék nem tudja támogatni, és utána lehet azt mondani, hogy hát itt volt az alkalom, nem szavaztátok meg. Na de most lehetséges, hogy a társadalmi nyomás kikényszeríti azt, hogy valódi, tényleges gyermekeket védő szabályok jöjjenek létre? Az a csodálatos ebben, hogy ugye Orbán Viktor 14 éve Magyarországnak a miniszterelnöke, így a második etapjában minden Magyarországon lévő jogszabály lényegében megváltozott az elmúlt 14 évben, valami sokszor, valami rendben egyszer. És mégis képes azt előadni, hogy mintha a jogszabályban lenne a probléma. Ugye ő egy jogász, ugye Ménesi Otis szakkori kommunikát a Fidesz, és mindent ilyen jogászi módon gondolkodna. Bár közben szereti azt mondani, hogy ne jogászkodjuk el. Hát persze. Meg szereti magát egy kívülállónak tekinteni, hogy ő hát így se voltam. Most akkor majd megnézem a jogszabályokat, és akkor most majd akkor majd jól átírom. Az összeset átírták, tehát nincs Magyarországon. Lehet, hogy van egy-kettő, ami még hatályban van, jogszabály, amit ne írtak volna, de egyébként minden mást átírtak. Na most én azt gondolom, és még egyszer nem vagyok ennek a témának a szakértője, nem azt gondolom, hogy a jogszabályokban van a probléma, hanem sokkal inkább a végrehajtásukban és a betartatásukban, valamint abban az alulfinanszírozottságban, amiben ez az egész rendszer tartva van, illetve abban, hogy a magyar kormány, a magyar állam tudatosan kilépett belőle, és nem akarja a tudomást tenni. Ezekben van a probléma. Nem gondolom azt, hogy a harmadik szintű miniszteri rendeletnek a súlyosbítása, vagy a átírása által lényegében és valójában meg fognak változni a körülmények ezekben az intézményekben, illetve az itt dolgozóknak, akiknek valószínűleg a nagy része tisztességes ember, hanem mindig ugye
keveredik hozzájuk olyanok, akik például ezek, akik az ominózus ügyben érintettek. Tehát, hogy nem a jogszabályokat kell itt finom hangolni, hanem inkább például finanszírozni kéne, fel kéne tőkésíteni, olyan életpályát kéne mutatni mindazok dolgozóknak, mindazok élőknek, ami egy tervezhető, és egy hogy mondjam, megbecsülése járó, mint munka, mint pedig az, hogy ha valaki a gyermekvédelemben, vagy bennlakásban érintett, és bent lakik, akkor azt lássa például, amit te is olvastál, hogy 18 éves kora után, amikor véget ér ez, akkor mi történik vele? Hogy egyből az utcára kerül, és elkezdjük egy olyan karrier, amiről mindig hallunk, hogy általában nagyon kevés százalék azok az embereknek úgy teljes életet élni. 100-ból 8, nem tudom, hogy ez az adat valide, de ezt az adatot hallottam. Én is ezt hallom. Szóval ezek a borzalmas kérdések. A kérdésem az arra vonatkozik, hogy van-e most olyan közhangulat, ami kikényszeríti a kormányból, hogy valódi és ne látszat intézkedést hozzon? Szerintem nincs. Mert el fogják bábozni azt, hogy ez a szokásos bábozás, majd Kocsis Máté, Semmilyen Zsolt, meg Orbán Viktor hárman jegyezve beadják majd az új gyermekvédelmi csomagot, ami valószínűleg, nem tudom, Európa, Amerika, Dél-Amerika mintájára épül, és lesznek benne sarokköbek, most nem akarom őket elmondani, mert tudjuk, hogy mi fog történni. Szóval lesz benne legalább 3-4 olyan kérdés, amivel ki fogja vágni a biztosítékot direkt, és akkor már lehet azt mutatni, hogy akkor látjátok, a bal oldal az gyermekellenes, hát visszatérve a régi, régi vágányba. Az a kérdés, hogy ilyenkor az ellenzék mit tud és mit akar csinálni, tudja, hogy ez fog következni, nem az első ilyen alkalom lenne, hanem a 156. És hogy mit tud erre lépni. Ez fog történni, az fog menni, amit ugye mindig is akar Orbán Viktor, és ez itt azért is fontos erre rámutatni, mert itt gyönyörűen meglátszik, ez a mi és ők. Jelen pillanatban a mi és ők, jelen pillanatban úgy néz ki, hogy 99,9% az egyik oldalon, és 0,01 a másikon. Ezt gyűlöli Orbán Viktor, akkor, ha nem ő van a 99,99% a tetején. Most az van, hogy a magyar társadalom így pislogban néz, és várja az információt arról, kicsit már kezd bele is unni, de várja az információt, hogy akkor mit kell gondolnom erről a kérdésről. Ránéz erre a helyzetre, és nem érti. Nem úgy gondolkodnak az emberek, és ezt nehéz mindig felfogni, hogy ilyen kronológiai sorrendben látják az eseményeket, és jogászként, pszichológusként, politológusként szemlélik, hanem inkább az, hogy egy nagy nem értés van. Van egy lezárási kísérlet. Kis apró probléma ebben Balogh Zoltán szerepe, aki még ugye most csütörtök reggel van, nem tudjuk, hogy mi fog történni, de jelen pillanatban úgy néz ki, hogy megállít, és nem hajtotta végre egyébként szerintem az Orbáni akaratot sem, hanem így áll és azt gondolja, hogy neki ő már megtette, amit meg kell. Sőt, ő harcolni fog. Na most, akkor most itt egy kapcsolat zárójelet. Nem tudom, hogy a magyar ellenzéknek hány fókusz kéne tartania, de Balogh Zoltánnak a személye azért alkalmas lehetne számukra is, hogy ezt ügyet legalábbis fenntartsa. Mert a magyar társadalom a gyermekbántalmazást 100%-osan elítéli, egy-két pagatásunkat leszámítva, de őket inkább hagyjuk, de azt, hogy férfiak nők szoknája mögé bújjanak, és elvitessék a balhét velük, na az kb. Ugyanennyire utalják ki, akik maguk is szoknája mögé bújnak, de most viccet félretéve, tehát hogy ez történik most, és hogyha kicsit ügyesebben dolgozna az ellenzék, akkor nem csak egy férfi bújik szoknyák mögé, hanem legalább kettő. De ebből az egyik ugye szeretné magát ebben a harcba is mutatni, és ő tényleg valami olyan csodálatos, már-már ilyen, hát ilyen felvilágosodás korabeli pamflettekbe illő szereplő, aki tényleg a képmutatásnak valami egészen különleges szócikke, és ő azért még nem vitte el ezt a... Ebben még a dolog még tovább tud pörögni, de a többi részét láthatóan a Fidesz nagyon-nagyon le akarja zárni, és nagyon nem lepődnék meg, hogy a végén, ugye Balogh Zoltánról azt kell tudni, hogy ugye püspöksége megmaradt, csak a zsinati vezetőségről mondott le, és ugye mi mindig püspöke egyik egyházkerületnek itt Magyarországon,
Én nagyon-nagyon arra számítok, hogy püspök se fog maradni, mert egyszerűen nem lehet azt tovább játszani, hogy ennyire nincsen valami fajta konzekvencia ránézve. Azt mondod, hogy vissza fog térni minden a régi kerékvágásba. Egy kérdésem, lehet, hogy rossz úton járok, de hogyha miniszterelnök évértékelő beszédét nézzük, és levesszük az első negyed órát, akkor a fennmaradó háromnegyed óra az egy ilyen technokrata rész, kicsit akár unalmas is, és nem volt benne egyetlen egy olyan hívószó, mondat sem, mint amit megszokhattunk. Gondolok itt most az LMBTQ propagandára, a gyermekeink átoperálására, de még a menekültekkel vagy bevándorlókkal való riogatás is hiányzott. Olaj lett volna-e a tűzre, és ezért hagyta ki, és hagyta ki akár most is a frakciója előtt, és jelente ez eltérést a régi kerékvágástól, vagy visszahozható ugyanaz a vonal újra? Na most, hogy vissza fog térni a régi kerékvágásra, hogy mondjak valami, szóval elmondom, ha már századszor is mondom el, tehát, hogy az Orbán rendszerben élünk, 14. 15. éve, ez mindig összekeverem, hogy éppen hogy kell ezt számolni, de 24 van, és három héttel ezelőttig az a fajta apátia volt Magyarországon, hogy lényegében mindenki azt gondolt, hogy ebbe bele kell nyugodni, ez fog történni. Három héttel ezelőtt ez az ügy történt, ami megmutatta azt, hogy milyen, hogy inkább beleláthatott abban, hogy hogyan működik az Orbán rendszer. Akkor lesz elmozdulás, akkor lesz a politikai hibának súlya, hogyha lesz olyan ellenzék, politikai ellenzék, aki erre tud mutatni, akinek van erre egységes narratívája, egységes ereje, egységes mondása, kormányzóképes alternatívája. Orbán Viktor természetesen meg fog mindent tenni, hogy ez ne legyen, ezt tudjuk, és az ellenzéknek, hát hogy mondjam, asszisztál ahhoz, hogy ne lehessen. És így tud visszatérni minden a saját kerékvágásába, mert közben, hogyha meg ránézel arra, hogy az emberek mit gondolnak, azért látszik az, hogy van egy olyan dű a magyar társadalomban, ami legalábbis hát szemmel látható. És a dű az egyrészt szól az Orbán rendszernek, azért van azért jó pár, nem is kevés ember Magyarországon, aki nem, se nem haszonélvezője, se nem támogatója ennek a rendszernek, sőt nem is szereti. Kettő, van egy olyan része, aki szeretne valamit tenni, vagy szeretne legalábbis valami változást, de azt látja, hogy van egy fal körülötte, vagy egy üvegplafon körülötte, ami az abból adódik, hogy nincsen reprezentálva az ő gondolata. És a reprezentálás ugye azt jelenti, hogy van-e olyan politikai képviselője nekik, akikben hisznek, akiknek az erejét látják, akikben el tudják képzelni, hogy valami változást tudnak kierőszakolni. Ez nincs. És az történt, hogy egészen különlegesen az is megmutatkozott, hogy hát igény van rá. Nem dimenzionálnám túl az egy héttel ezelőtti pénteki tüntetést, mert mindig vannak nagy tüntetések Budapesten, vidéken ezek kevesebb van, de azért egy szemmel láthatóan, holdról is látható, hogy a klasszikus idézve tömeg volt a Hősök terén, és hát az látszott, hogy ezek az emberek dühösek, de nem csak azért dühösek, mert tört a kegyelmi üggyel kapcsolatos kormányzati munkával, most értsd jól munkával, hanem arról is, hogy nincsenek reprezentálva, nincsenek képviselve. És ott, az ottani, ugye ezek az influencerek, mint ugye politikai aktorok, mert én azért így gondolok rá, most attól függetlenül, hogy nem politikai pártok tagjai, ettől még ők azért politikával foglalkoznak, és a szónak a legjobb értelmében, tehát ezt nem kell szégyelni, ez nem egy ilyen szitok szó. Egyszerűen az van, hogy embereknek az érdekeit, érzelmeit képviselik. El is hangzott több beszédben egyébként, csak hogy akkor rácsatlakozzak erre, hogy miért rajtuk kérik számon, hogy csinálják jobban, talán ugye pont ez a mondat volt, vagy csinálják, hiszen vannak választott politikusaink, vannak fizetett politikusaink, akiknek ez a dolguk lenne. Nem is olyan kevés. Na most az nem belemelve ilyen politikai elméleti kérdésekbe, de az influencerek, vagy ezek, akik ott ezt a tüntetést szervezték, ezek abban különböznek a politikusoktól egyelőre, hogy nem indultak el választáson. Az ember indul egy választáson, akkor vagy nyer,
vagy veszít, de ha nyer, akkor megkapja azt a felhatalmazást, hogy tegyen valamit a rendszer ellen, bárhova is választódik ő meg. Most ez fájdalóan hiányzik, mert akik viszont most meg vannak választva, legyen ez bármilyen szintje a képviseletnek, helyi önkormányzatokat, vagy az országgyűlést, vagy akár az Európai Parlamentet jelenti, az látszik, hogy ezek az emberek nem érzik a képviseletet olyan hatalmasan erősnek, vagy olyan hatalmasan, nem tudom, meggyőzőnek, és ebben van egy fajta, hát most már azért szélesedő indulat az ellenzéki közvéleményben. És nagyon érdekes dolog történt, hogy mi is évek óta beszélgetünk erről, hogy hol jön el a változás, hogy eljöhette a változás, egyáltalán van a változásra igény most jövő az ellenzéki oldalon, és most egy olyan eset történt, akar vagy akaratlanul, ezt nem tudom, hogy most meg tudjuk majd nézni, hogy akkor hogy állunk az úr szín előtt, hogyha már még egyszer klasszikust idézzünk, hogy pénteken volt egy tüntetés, ahol most akkor hányan voltak, ezt én nem tudom, és nem is akarok ebbe belemenni ebbe a számháborúba, de sokan. De sokan. És lesz vasárnap is egy tüntetés a Kossuth téren, még kicsit más típusú tér, hogy ott menjen. És ugye azt politikusok, pártok szervezik, a DK és a Momentum. A DK és a Momentum, vagy talán még a Párbeszéd is, ha ő még létező formáció, de mindenesetre politikusok szervezik. És most itt tényleg ugye, mint a tévében, mint az internet előtt, mint a fotókon, meg tudjuk majd nézni, hogy akkor hogyan állunk. És szerintem ez egy baromi érdekes dolog, és óriási kockázat egyébként a politikai pártokra nézve, hogy fotókon lehet majd, ha lehet majd, látni, hogy mi a különbség az ő támogatottságokban, illetve abban, hogy mi a különbség, hogy mennyire bíznak bennük. És most ez így összetorlódott, tényleg lényegében egy hét, vagy kicsit tágabb, mint egy héten, és egyébként egy baromi érdekes kérdés ez. Olyan érdekes, hogy én nem is tudom, hogy mikor volt az elmúlt időszakban, hogy ennyire érdekes az ellenzéken belüli verseny, vagy legitimációnak a kérdése, mikor tudott ennyire kristályosan, és akár egy ilyen rövid időn belül kérdésé válni. Mi következik ebből a, és akkor tényleg nem tudjuk, de ugye most a 150 ezres szám az, ami pörög körülbelül, de biztos, hogy 100 ezres nagyságrendű tüntetésből. Mi következik az ott felszólalókra nézve? Van-e nekik bármilyen felelősségük a jövőre nézve? És mit üzen az, hogy alig 3 nap alatt egyébként ők 200 millió forintot összegyűjtöttek gyermekvédelemre? Oké, hogy kinek mi a felelőssége, én azt gondolom, hogy én ebben nagyon konzervatív vagyok. Ha valakinek van politikai felelősség, az abból adódik, hogyha elindul valamilyen választás, vagy népképviseleti szervnek valamilyen módon tisztségviselője. Szerintem az influencerek, jelentsen ez a szó bármit is ebben a kontextusban, egy munkát végeznek el a politikusok helyett. Szerintem ezt tudják, vagy legalábbis tudniuk kell. Mi lehet ennek a vége? Visszamegyünk-e ugyanabba az apátiába, amiben voltunk, vagy voltak 3 héttel korábban a Novák ügy előtt, vagy ennek van egy további dele, és azt sugallja, hogy van egy másik Magyarország, vagy van egy olyan rétege, akit nem képvisel eléggé a jelenlegi politika, és ennek van valamilyen kitörési lehetősége. Én nem tudom, hogy ők mit terveznek. Ha akarom, akkor látom, úgy, hogy ez egy politikai kezdeményezés, ha akarom, akkor látom, hogy mint egy levezetés, vagy egy ilyen kell tennem valamit akció. Bocsánat, hogy kérdezek közben, a kitörési lehetőség az a meglévő politikai formációk felrázása, számonkérése, motiválása, vagy pedig egy teljesen új vonal indítása? Hát szerintem az a kérdés, hogy ki tud észbe kapni. Volt a Partizánon ezen a hétfőn egy interjú, egy 3-as interjú, de nem egyszerre volt, hanem külön-külön. Dobrev Klára, Ungár Péter, Dobrev Klára, Donát Anna. Ungár Péterre és Donát Annával. Most Ungár Péterre nem foglalkozik, mert ő egy speciális szereplő a magyar közéletnek, de Donát Anna és Dobrev Klára azért érdekes, mert mégiscsak azért ők ugye, mondjam így, a meglévő ellenzék, a 6 párti ellenzéknek a legerősebb pártjainak, vagy létező pártjának a vezetői. Vagy LP vezetői. Ugye azért a DK-nál ezt nem lehet sortulni ki a vezetőivel, tudjuk, csak hogy nem ő. Na, mindegy. Szóval, hogy, és látszott az bennük, az rajtuk, hogy szerintem érzik, hogy mi történik.
Szerintem Donát Anánát jobban kéne éreznie, mert mind a Partizán közönsége, mind az egész közönség, ki ott volt egyébként a Hősök terén, az az ő potenciális, vagy volt szavazója, akiket szerintem elvesztettek. És hogy visszatudják-e nyerni 3 hónap alatt, ez egy 4 millió dolláros kérdés, én azt mondom, hogy inkább nem. Dobrev Klárára pedig az látszik, hogyha nem tudja legalább pacifikálni ezt a társaságot, hogy ne legyen, hogy ne úgy gondoljanak rájuk, mint egy ilyen nagyon rossz dologra, hanem hogy csak kicsit rossz dologra, vagy mondjuk neutrális dologra, akkor abból szintén lehet problémája, mert azért, én mondom, hogy egyszerűen nem dimenzenem túl. Budapestről van szó, pár százaléknyi emberről, aki ott van a tüntetésen, de ez egy korbázisa az ellenzéki közegnek, és amit ők ott megfogalmaznak hangulatot, az nem csak Budapesten van az ellenzéki választók fejében, hanem az egész országban. És hogy aztán ebből milyen új dolog lesz, lesz-e új, szüksége van újra, azt nem tudom, ez megint egy jövő kérdés, de egy dolog biztos, és ezt itt rengetegszer megbeszéljük meg, és azért mondom el, mert hogy muszáj megismételni, csak úgy lehet ügyeket fenntartani, csak úgy lehet politikai alternatívát képezni Orbán Viktorral szemben, ha az ellenzék egységesül, ha van egy maximum 2 párt szemben Orbán Viktorral, akik valamilyen munkamegosztással beszélnek, de igazából ugyanazt a üzenetet szajkozzák, ha tetszik, papagáj kommandóként mondják el. Ami most van, hogy van 6 ellenzéki párt a parlamentben, amiből 2 létezik, 4 nem, aztán van a Mi Hazánk, van a Kutya párt, van Márki-Zay Péter pártja, van Jakab Péter pártja, van Vona Gábor pártja, ez egyetlen egy dolognak jó, hogy az Orbán rendszer teljesen biztonságban érezheti magát. Beszéljünk még akkor az Orbán rendszerről. Ugye már említettük, hogy épp zajlik a frakcióülésük, és azt gondolnám, hogy egy ilyen helyzetben, meg egy ilyen válságos helyzetben, amivel nem kellett a Fidesznek szembenéznie egy évtizede, a miniszterelnöknek, a sajátjainak valami nagyon felrázó, összekovácsoló, szenvedélyes beszédet, ha úgy nézzük, szenvedélyes igazságbeszédet kellene tartania. Ehhez képest a kiszivárgott információk szerint nagyjából megismételte az évértékelőjét zárt ajtók mögött is a miniszterelnök. Nem kell ilyenkor a frakciónak, vagy a frakció tudja a dolgát, és pont? Én nem tudom, mit kell, nem tudom, és az Orbán Viktor fejével gondolkodni, hogy ilyenkor az övével hogyan kell beszélni. Szerintem itt van egy nagyon komoly probléma halmaz, amit meg kell neki oldania. Jelen pillanatban nincsen megnevezve közösségi elnöke, vagy jelöltje Orbán Viktornak, nincsen EP listavezetője, és nincsen főpolgármester jelöltje. Tegyük hozzá, ez lehet, hogy holnapra a frakcióülés végére megváltozik. Oké, lehet, hogy változik, és mikor ez az adás nem megy, akkor már van mind a 3, de lehet, hogy nem. Tehát neki egy olyan ember kell találni a első pozíció, közösségi elnök jelöltre, aki biztonságot nyújt a Fidesz számára a következő 2, de inkább 5 évben. Nem lehet hazárdírozni, olyan ember kell, akinek 100%-os lojalitása van, olyan például, mint a politikai parkolópályáról felélesztett, vagy visszahívott Áder János. Ez az egyik. Ez egy nehéz dolog. Szóval, ha belegondolunk abba, hogy ki lehet erre alkalmas, rövid ez a lista, akivel teljesen meg lehet bízni, teljesen lojális, nem fog ugrálni, nem fogja azt képzelni magára, hogy több mint a mennyi, egy aláírógép, és mégis lehet vele reprezentálni, és lehet mondani, hogy ő azért mégiscsak ki tud állni, beszél nyelveket, ez is például szűkíti a listán. Na most a második, nincsen EP lista vezetője. Nem csak EP vezetőnek gondolták valamit is, hanem én azt gondolom, hogy ő azért potenciális biztos jelölt is lehetett volna ott. Ugye Vásárhelyi Olivér van most kint az Európai Bizottságban, hát kizártnak tartom, hogy az ő jelöltségét, vagy újrajelölését majd fogja támogatni a parlament. Tócsányi Lászlót kevesebbért buktatták meg. Ugye akkor ilyen etikai összeférhetetlenségi kérdések voltak. Vásárhelyi Olivérrel kapcsolatban most már tényleg olyan lista van, hogy csak na. Szóval kell találni EP-s vezetőt is, és biztos jelöltet is. Azért ez megint egy másik nehéz feladat. És hát nincsen főpolgármester jelöltje sem megnevezve a Fidesznek, ami azért szintén ugye egy nem is
3 hónap múlva lévő választása szerintem példátlan, hogy még nincsen megnevezve, hogy kinek. Szóval ezeket kell megoldani, és nyilván ilyenkor az a Orbáni retorika, hogy hát támadnak minket külső-belső ellenséggel, össze kell zárni, ilyen vagyunk még erősebbek, álljuk a csatát, hajónk biztos kézben van, kéges tenyerem jól fogja a kormányt, csak most ezeket okat meg kell oldani, és ugye mit mondott a beszédébe, és a kiszivárgott beszédbe is, az, hogy hát ő azt gondolja, és nem először gondolja ezt, ott kevés ezt gondolta, akkor nem lett igaza, lehet, hogy most igaza lesz, hogy idén évvégén teljesen más politikai helyzet lesz a világban, mint ahogy idén év elején van. Trump fog nyerni, lesz egy szélső jobboldali áttörés Európában, stb. 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 Ezekkel tudja a sajátjait is nyugtatgatni. De hogy ha ő tudja visszaszerezni a kontrollt, ami azért érdekes, mert ugye médiával foglalkozunk mind a ketten, és látjuk, hogy hogyan működik a magyar média, főleg a napirend uralása, utoljára ilyen, hogy 2,5 hétig nem a Fidesz uralta a napirendet, az előválasztás idejében volt 2021 őszén. Utána gyorsan véget ért, ez egy másik történet, beszéltünk róla eleget, de most is ez van. Ilyenkor főszabály szerint kéne politikai konzekvenciának lenni, kéne valamilyen fajta erodációnak megindulni a Fidesz táborába, szerintem valami meg is fog indulni, nem fog eljönni a forradalom, de az, hogy a bizonytalanok száma nőni fog, és nagy valószínűséggel a mi hazánknak a potenciális támogatói nőni fognak, ez talán valószínűsíthető. A másik, hogy az ellenzék ebben mennyit tud majd profitálni, szerintem keveset. A bizonytalanok száma, mondom, nőni fog, de az nem azt jelenti, hogy utána ők egyből át is mennek. Reggel még Fidesz szavazó volt, estére Gyurcsány szavazó lesz, ilyen állat nincsen. Ez egy hosszú folyamat. De ami még itt érdekes, és még hagyd mondjak egy mondatot erről. Ugye szintén a lemondás utáni napon a Partizán stúdiójában Magyar Péter, a Judithnak az ex-férje adott egy másfél órás interjút, legyen ez a kifejezés. És sokan kérdezik, hogy akkor ez micsoda? Hogy ő egy új szereplő, ő egy tünet, ő egy, nem tudom, egy modern Hofi, modern Kolhász Mihály, tehát van itt mindenből lehet választani. Én nem tudom ezt eldönteni, és nem is akarok szurkálni, mert nem vagyok minden tudás birtokába. Inkább azt mondom, hogy az ő fellépése, azt, hogy az ellenzéki táborban megint okoz egy ilyen, nem tudom, egy ilyen zsizsegést, az ellenzéki tábor saját hibája, hogy nem a sajátjaiban, hanem mindig egy külsőbe látnak valamit bele, ami egyébként nincsen benne. De az, hogy a Fidesz táborban van-e romboló hatása, szerintem valamennyi van. És azért, mert egyrészt amikről ő beszél, és mindig minimálisan, lényegében nagyon komoly konkrétumok, vagy igazán fájó dolgok nélkül. Ami szerintem nem véletlen. Egyrészt szerintem a tudása is nem annyira tökéletes, kettő pedig szerintem nagyon óvatosan vigyáz avval, hogy akkor mekkorát is árt valójában, és ez egyébként, hogy neki mi a végjátéka, azért ebbe itt azért kérdések azért feltesz. De ha egy átlagos, mondjuk vidéki, nagyvárosi Fidesz szavazó, vagy akár Fidesz tag hallgatja, amit Magyar Péter mond, és ugye eljutott hozzá, tehát hiába a Fidesz óriási média túlsúlya, azért valahol búvó patakként eljutott hozzá, akkor szerintem a nagy részére ő rezonál, és nagy része megegyezik avval, amit ő gondol egyébként a Fideszről. A Fideszről, és nem Orbán Viktorról. És ezt szeretném aláhúzni, hogy ezek az emberek Orbán Viktorban 100%-osan hisznek, és lojálisak hozzá, de egyébként ugye vicces módon, aki 1-1 Orbán Viktorhoz köthető Tiborcz Istvánhoz, vagy Mészáros Lőrincre, vagy Mészáros Lőrincről, hogy a fideszes elitnek az urizálásáról nagyon hasonlóan gondolkodnak, mint Magyar Péter, vagy akár az ellenzék, nem szeretik ezt, nem tartják jónak, és nem gondolják azt, hogy ez hosszú távon a Fidesznek, vagy az országnak a javát szolgálják. Szóval erre rezonálnak a Fidesz szimpatizások, hogy ez mire lesz jó, hogy ez lemorzsol tőlük 2%-ot, és utána ezek az emberek elmennek a mi hazánkhoz, vagy, ami ugye ki lehetne olvasni, hogy az ember akarna olvasni a
sorok között Magyar Péternek a szövegeiből, hogy ő valami politikai mozgalmat, vagy pártot, vagy valamit akarna, oda fognak ezek menni, azt nem tudom, de az, hogy ez veszélyes a Fideszre, a veszély nagysága azért szerintem nem kell túldimenzionálni se, de van veszélye, mert mégiscsak valami olyasmit mond, valami olyan hangon, amire a Fidesz szavazók egyébként nyitottak, és megegyezik az ő személyes tapasztalatukkal, és ez azért okozhat problémát Orbán Viktornak meg Rogán Antalnak, hogy hogyan lehet ezt valahogy ellensúlyozni, vagy nullázni. Azok, amiket eddig próbálnak bevetni ellene, hogy nevetség tárgyává tegyék, vagy futballfeleségnek nevezzék, azok szerintem csak ilyen próbálkozások, nem biztos, hogy ezek annyira olyan jól működnek, de ők abban hisznek, és akkor még ez a szomorú, nem tudom, végszabam ebbe az ügybe, hogy minden ilyen csoda elmúlik Magyarországon, és a végén, amikor az egész így kisimul, akkor Magyar Péter is egy epizód lesz azok közül, az emberek közül, vagy akik az elmúlt 15 évben mindig előjöttek, és aztán mondtak valamit, aztán meg eltűntek. Ruf Bálint, köszönöm szépen. Ez volt az elemző, Ruf Bálinttal és Benyó Ritával.